Somogyvári Ágnes régész pályája Pécsről indult. Pécset járt óvodába, ott végezte tanulmányait a középiskola befejezéséig. Általános iskolai tanárnője szerettette meg vele a történelmet, a régészet iránti érdeklődése pedig a gimnáziumi évek alatt ébredt fel. Az általánosban németet tanult, de a Nagy Lajos gimnázium angol tagozatára jelentkezett, ahová nem vették fel. Így végül a Janusz Pannonius gimnázium francia tagozatos osztályába iratkozott be. Egyetemi oklevelét a Szegedi József Attila Tudomány Egyetemen szerezte, történelem régészet szakon. Itt ismerte meg Füzi László irodalom akivel még hallgató korukban összekötötték az életüket. Az Egri István múzeumban kezdett dolgozni, de két év után Kecskemétre költöztek, mert férjét, Füzi Lászlót meghívta a szerkesztőnek a forrás folyóirat. A Gyes után a Kiskunfélegyházi Múzeumban kapott újra régészeti munkát. Számos fontos feltárás kötődik a nevéhez ebből az időszakból. 1996-tól került át Kecskemétre a Bács-Kiskun megyei múzeumi szervezet központjába, ahol egy év elteltével a régészeti osztály vezetőjévé nevezték ki. 2013-tól nyugalomba vonulásáig a gyűjteményi osztály vezetője volt a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Számos szakmai publikáció, kötetek, folyóiratcikkek szerzője és szerkesztője. Fontos kiállítások koncepciója és megvalósítása fűződik a nevéhez. Férjével három gyermeket neveltek fel, és aktuálisan négy unoka boldog nagyszülei. Somogyvári Ágnest 2018-ban a Kecskemét közművelődésért díjjal tüntették ki. 2018 tavaszán nyugalomba vonult, de még hosszú időre elegendő szakmai feladatot tűzött maga elé. Középiskolában még jött egy újabb szerelem a régészet, és föl kellett mérnem azt, hogy hol tudnék régészetet hallgatni. Sehol nem volt ászak, hanem a Pesten az eltén ott lehetett szakosodni. Nem tudom már pont, mivel hogy nem kerültem be oda, nem tudom, hogy pontosan mi volt ennek a menete, de azt tudom, hogy, hogy Pesten fel lehetett venni a régészetet és én első körben az eltére jelentkeztem, és mivel kétszakos képzés volt, kellett vinni még egy, még egy szakot. Magyarból nem éreztem magam annyira jónak, ez lehet, hogy azért is volt így, mert nagyszerű irodalomtanárom volt, Tüskés Tibor, és, és, nyilván volt bennem egy kis félsz, hogy, hogy azért én nem vagyok annyira jó magyarból, tehát nem vettek föl az eltére, és aztán kiderítettem, hogy Szegeden is lehet régészetet végezni, de csak harmadévtől évtől kezdve. És akkor, tehát oda is két szakkal kell jelentkezni, és akkor így jelentkeztem a Szegedi Egyetemre. Szerettem a franciát, a francia irodalmat, ma is nagyon szívesen olvasok, de... de Jobban szerettem a történelmet, és, és nagyon szerettem a régészetet. És én akkor úgy éreztem, hogy három szakot felelősséggel nem tudnék vinni. Az egyetemen azért volt jó néhány nagy név a történészek között is. Ki tanított téged? Sokan tanítottak, akikre nagyon-nagyon szívesen emlékszem. Karácsonyi Béla aki Árpád kort tanított, fantasztikus előadó volt, tanított Kristó Gyula, ő, ő, is nagyon nagy hatással, hatással, volt rám. Hallgattam Rónatas András óráit, és hát akkor mellette a régészeti, régészeti órák Trogmájer Ottóval, Horváth Ferenccel, Fodor Istvánnal, Mondtad, hogy már középiskolás korodban elkezdett foglalkoztatni a régészet. Meg tudod -e mondani, hogy miért? Olvasmány voltak? Élmények, élmények voltak, és természetesen azt gondolom, ahogy nagyon-nagyon sok embert a, a romantikája fogott meg, hogy valami fantasztikus, nagyszerű dolgot találni. Ez a nagyszerű dolog, mit tudom én, egy, egy piramisban egy elrejtett sír, vagy akármi. Tehát azóta már ez <laughs> kicsit átlényegült, de valami ilyesmi indított el, hogy, hogy a régészet elkezdett foglalkoztatni. Mi döntött el, hogy éppen a bronzkort választ, ezt a meglehetősen távoli kort, mert hát ennél közelebbi időszakra is szakosodhattál volna, fölteszem. Igen, és én gondolkodtam is azon, mert engem foglalkoztatott a honfoglaláskor és az árpádkor is, de valahogy az őskor és az őskoron belül a bronzkor volt az, ami, ami úgy mindig nagyon érdekelt, de én ezt most nem fogom tudni megmondani, hogy hogy mi, miért ez, miért ez foglalkoztatott. Amikor a bronzkort hallgattam az egyetemen, meg bejártunk a, a múzeumba. Igen, gyakran a, a Szegedi Múzeumban voltak az óráink, és akkor bemehettünk a raktárba is. A, valahogy a bronzkori leletanyaghoz úgy, úgy másként viszonyultam. Ösztönös volt, nem, nem tudok rá a magyarázatot. Gyakorlatias volt a képzés a régészeten? Igen, itt nálunk sokkal elősebb volt a gyakorlati, mint az elméleti képzés. Szerintem kaptunk egy nagyon jó ö, elméleti alapozást is, mert ö, Trogmai Rottótól kaptuk, Horváth Ferenc tanított még, és nagyon sokan jöttek, akiket ők hívtak, hogy tartsanak nekünk órákat. Így hallgathattam László Gyula előadását, Bóna István előadását. De, de nem csak az eltén oktatókat hívták le, hanem hanem gyakorló régészeket is, akik, akik a szakmájukban kiemelkedőek voltak. Így például Kőhegyi Mihály, a Bajai Múzeum régésze is jött és tartott előadást nálunk. Mikor mehettetek először terepre? Úgy értem, hogy élesben ásatásra. Ó, hát egyből. egyből? egyből. Tehát Első, első évben akkor még csak a bevezetés Európa őstörténetébe, ez volt a, a Trogmájer ottónak az előadása, és ezt a, a történelmszakos hallgatóknak tartotta. És akkor mi már néhányan, akik úgy, úgy a régészet irányába gondoltuk, hogy, hogy abba az irányba haladunk. Kerestük vele a kapcsolatot, és akkor indult szeren az ásatás azon a 70-74-75-5-ben, 75 és mondta, hogy lehet menni a pusztaszeri ásatásra, és kicsit ezt mondták is a, a felsőbévesek, hogy kicsit ez olyan, olyan belépő is, hogy komolyan vesznek bennünket, vagy nem vesznek komolyan a továbbiakban. Úgyhogy mi, mi 75 nyarán már, már ott voltunk a pusztaszeri, pusztaszeri, ásatáson, és hát bizony ásni kellett, lapátolni kellett, nyesni kellett, tehát úgy, úgy megismertük, hogy, hogy miből tevődik össze az a munka, ami, ami a, a régészeti leletek előkerülését segíti. Írtál egy tudományos diákköri dolgozatot, ami nagyon komoly karriert futott be. Annak mi a tárgya? Felteszem, hogy régészet, de éppen szűk ebbe, bronzkor. Bronszkor. Nagyon érdekes témát kaptam Trogmáj volt egy edényről szól ez a diáköri dolgozat. Az 1900-as évek elején került elő Sövényháza kőtörésen egy korabronzkori leletanyag, néhány, néhány edénytöredék, meg, meg egy kis háromlábú edényke. És a Banner János foglalkozott vele aztán az 50-es években, és ő meghatározta, hogy milyen kultúrához tartozik ez a, ez a kis edény, és a Trogmájer ott odaadta nekem mindenfajta kommentár nélkül, hogy nézzem meg, hogy mit ír Banner erről az edényről, vizsgálgassam az edényt, és, és akkor utána vonjam le a következtetéseimet. És Hát nehéz feladat volt, mert akkor nem volt sehol hozzá hasonló kisedény. Tehát nem találtam hozzá analógiát, ami pontosan kultúrához köthető, és akkor kitaláltam azt, hogy ha, ha így egészben nem megy, akkor nézzük meg részletekbe. És akkor három jellemző részlete volt ennek az edénynek egy ilyen érdekes kiképzésű három láb lapos, vízszintes állású, két helyen átfúrt fül, és a peremén pedig egy jellegzetes bekarcolt díszítés. És én ezt a három elemet jártam körbe, és megnéztem, hogy ezekhez hol találok analógiákat, hol van a legtöbb, a legjobb analógia, és akkor így született meg a, a konklúziója a dolgozatnak. Hogyan jutottál el vele Németországba? Megírtam diáköri dolgozatnak, akkor ez tovább mehetett az országos diáköri konferenciára, ott is jól szerepeltem, és akkor volt egy nemzetközi diáköri konferencia, ahová a Szegedi Egyetemet is meghívták, és ez pont ebben az időszakban volt, és akkor így, így ki tudtam menni Halléba vele, és akkor ott is elő tudtam adni. Volt egy kiváló régész szombathelyen, Bándi Gábor, aki bronzkorral foglalkozott, és abban az időben ásta a velemi, nagy velemi települést, fönt a Szentvithegyen, és... Trogmeyer segítségével két szezonban is voltam velemben ásatáson, és úgy nézett ki, hogy szombathelyre, szombathelyre tudok menni a Szombathelyi Múzeumba. És Hát de egyikünknek se volt szerencséje, se Lacinak, se nekem. Mondjuk az nehéz is lett volna, hogyha mindkettőknek bejön, bejönnek a felkínált lehetőségek, mert Lacit viszont bent szerették volna tartani Szegeden a, a tanszéken. De ezt meggátolta az, hogy abban az évben jött ki egy olyan rendelet, hogy csak úgy lehet bent maradni az egyetemen, hogyha előtte szerez valaki három éves szakmai gyakorlatot. Lacit ez gátolta meg, hogy Szegeden maradjon. Szombathelyen pedig nem, ez nem csak a Szombathelyi Múzeumot érintette, hanem egy ilyen országos létszámstopp volt a közalkalmazottaknál, és a Szombathelyi Múzeumnál sem lehetett létszámot bővíteni, azért nem tudtak fölvenni. Úgyhogy végeztünk, és akkor ott álltunk mind a ketten, mind a ketten állás, állás nélkül, és én akkor néhány, néhány, hétig, de tényleg csak néhány hétig a Bokrosnál volt a Tisza kettő vízlépcső építése, és ott nagyon sok régészt ott nagyon sok régész dolgozott, én is ott dolgoztam, és aztán egy olyan két hét után jött ott ottótól az üzenet, hogy Látogassak el Egerbe, mert hogy ö, ott van egy szabad hely, és hogyha az ottani ö, osztályvezetővel, Szabó János Győzővel meg tudunk ö, állapodni, akkor mehetek Egerbe. Elmentünk Szabó János Győzőhöz beszélgetni. Azt gondolom, hogy ö, mert fenntartásai voltak, tehát Szabó János Győző nem akart nőtt, az volt a baja, hogy mert akkor az úgyis elmegy szülni, és akkor ő újra gondban lesz, de végül is nagyon jót beszélgettünk, és azt gondolom, hogy, hogy kölcsönösen egymásra tudtunk hangolódni, mert utána már nem tiltakozott, és viszonylag gyorsan Laci is találtott munkát. Az EGRI időszakban ö, dolgoztál azon a bizonyos, ö, az irodalomban gyakran említett novai ásatáson. Igen. Ö, az volt az első ilyen komoly önálló munkád? Igen, én kisebb ásatást szerettem volna, de ö, Szabó János Győző vagy, hogy, hogy mi emlegettük johnny ö, ő azt mondta, hogy nem csak nagy dologgal érdemes, érdemes indulni, és akkor így ástam két, két évet a, a Novai Halmon, egy nagyon-nagyon izgalmas teltelepülés, és a, 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 tehát középső bronzkor, és alatta korabronzkor, és a halomtól kicsit távolabb, a túloldalon pedig megtaláltuk a temetőt, temetőt is. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó, és nagyon sokat lehetett, nagyon sokat lehetett tanulni. A tellásatások azok nagyon-nagyon nehezek, mert minden-mindent átfúr, több méter vastagságú kultúrrétegek vannak, nagyon kell figyelni, jól kell tudni értelmezni a jelenségeket, úgyhogy én kértem segítséget is Stanci Kilonától, aki azóta már elhúnyt, ő kiváló régész volt, és a tellásatások egyik nagy szakértője, úgyhogy ő ott volt, ott volt a feltáráson, és az ő tanácsait követve tudtam végezni a feltárást. Beindult a karriered, mondhatjuk így, azzal az ásatással. Ugyanakkor Laci meghívást kapott Kecskemétre a forráshoz, és végül úgy döntöttetek, hogy költöztök. És hát ne, nem nagyon volt könnyű Kecskeméten vagy a környéken régész álláshoz jutni, ha én ezt jól tudom. Igen, mert Kecskeméten egyetlen egy szabad hely sem volt, akkor, amikor mi idejöttünk, 82-ben, akkor akkor sok régész, most megint sok régész dolgozik, de akkor is sok régész dolgozott, mert itt volt Horváth Attila és Hátó Telvira mellett, itt volt Székely György, Bicó Piroska itt dolgozott, Kulcsár Valéria itt dolgozott, és még egy ember már ide, ide nem igazán fért. Viszont lehetőségem volt arra, hogy félegyházára menjek, és hát végül is a távolság az nem olyan veszélyes Kecskemét és Félegyháza között, úgyhogy oda kerültem, és úgy, hogy, hogy előttem nem volt ott régész. Viszont volt régészeti gyűjtemény, tehát lehetett mivel foglalkozni. Az Aranyhegyi csárda mögötti részen Kiskunfélegyháza Páka Dósatanya, Dósa ez a lelőhelynek a pontos neve, ott terepet egyengetett a ATS, akkor még, tehát ez a 80-as évek második fele volt, és a terepegyengetés során találtak néhány sírt. És kiderült, hogy egy Árpád-kori temetőt bolygattak meg, és amikor elkezdtük az árpád temetőnek a, a mentését, akkor kiderült, hogy itt nem csak árpád temető van, hanem sokkal több minden, és akkortól kezdve éveken keresztül Kulcsár Valériával együtt csináltuk, visszajártunk minden évben. Akkor még nem volt ilyen pályázati rendszer, viszont a múzeum minden régésznek biztosított egy ásatási keretet. Ez nem volt egy olyan nagy keret, de hogyha ketten összeálltunk, akkor azért már úgy, úgy lehetett ásni egész, egész szépen. A TS-től tudtunk gépi segítséget kérni, és így tudtunk éveken keresztül ásni, Találtunk egy középső és késő-bronzkori temetőt, egy olyan úgynevezett halomsíros kultúra temetőjét, egy olyan temetőt, amihez hasonló még egy van a, a megyében. Előkerült egy skita lovas, kettős lovas szarmata temető, árpádkori temető és árpádkori telep. Ez nagyon izgalmas és jó, jó ásatás volt. 96-ban végül is találtál régész állást Kecskeméten, és egy év múlva telettél a régészeti osztály vezetője. Mert hogy elment az a sok régész, aki itt volt, vagy, vagy már ennyire név voltál a szakmában? Elmentek, elmentek az idősebbek, idősebbek, úgymond idősebbek elmentek, Bicó Piroska fölkerült a Nemzeti Múzeumba, a Pest megyei múzeumi szervezethez ment el Kulcsár Valéria is, és gyakorlatilag Horváth Attila volt, a elvira, elvira akkor már nyugdíjas volt és amikor Viker Erika lett a múzeumigazgató, ő alapvetően a múzeumigazgatással foglalkozott, és kevesen voltunk, ráadásul akkor folytatódott az M5-ös autópályának a, a, az ásatása, így fiatalabbakat vettek föl, és úgy adódott, hogy, hogy a korban már, már ott voltam abban az időszakban, amikor ez a dolog történik, tényleg az autópálya építkezések, különféle rekonstrukciók, egyebek kapcsán nagyon sok, nagy lélegzetű munkát kell végezni. Ez másféle felkészültséget igényel, vagy másféle hozzáállást, mint amikor egy pici terepen dolgoztok? Igen, igen, egészen, egészen mást. Régebben 100-200 négyzetméteres felületeket tártunk fel. Ott meg lehetett csinálni azt, hogy ezt a ö, finom ö, módszerekkel, ami, ami lassúbb munkát ö, igényel, ö, de mindent alaposan megfigyelve, követve, dokumentálva ö, dolgozunk. Na most ez a nagy felületeknél, ahol 10-15 ezer, 20-25 ezer, a négyzetméterek folyamatosan növekedtek, tehát nagy felületű ásatásokon, Egészen más, és viszonylag rövid határidőkkel, mert bár akkor még nem ennyire rövid határidők voltak, mint most, tehát hónapokon keresztül lehetett kint dolgozni a területen, de mégis a hónapok alatt is annyit kellett megcsinálni, mint amennyit sokszor évek alatt sem csináltunk. Meg így bizonyos dolgokat gyorsítani kellett, és ami számomra nagyon-nagyon furcsa volt, hogy tehát a kezdeti időszakban az teljesen természetes volt, hogy a régész bont. Mert bontás közben tudod megfigyelni azokat a jelenségeket, amikből aztán következtetéseket lehet levonni itt a nagy felületnél ezt el kellett felejteni. Nem lehetett. Csak, csak picit mindegyikbe, ahol, ahol úgy látszódott, hogy, hogy, na van valami, valamire figyelni kell, akkor oda egy picikét ott belekotorni, vagy megnézni, hogy megnézni, hogy, hogy, na miről is van szó, de, de a régésznek irányítania kellett, és, és nem, pedig, nem pedig, ebbe, ezekben a finom munkákban részt venni. Tehát egészen más típusú munkát igényelt. És nehéz is volt. 2005-től kezdve részese voltál a Solt Tételhegyi feltárásnak, amit nyugodtan kimondhatjuk a mai napig nem ért véget. Úgy tűnik, hogy ez egy rendkívül sok felé ágazó, szerte ágazó, ugyanakkor rendkívül gazdag, leletegyüttest ígérő terület. Szentpéteri József volt az, aki felvetette, és utána meg is teremtette annak a lehetőségét, hogy ott ássunk, mert az ő feltételezése szerint jelentős avarkori, illetve középkori, árpádkori, középkori leletek vannak azon a területen, és kísérő jelenségként pedig megjelent a bronzkor. És tehát hogyha csak az én területemet nézem, akkor ott van egy középső bronzkori Földvár, amit nagyon komoly erődítéssel vesznek körül. valószínű, hogy egy hatalmi központ lehetett egy időszakban, és valószínű, mivel közelben vannak a dunána, az átjárók valószínű, hogy a, ezeknek az átjáróknak a felügyeletét is ez a központ láthatta, láthatta el. Ezt a késő bronzkorban ezt az erődítést megújították, tehát a később bronzkorban újra itt volt egy, egy erődített földvár, és ezek az erődítések, ezek a sáncok, ezek elképzelhető, hogy a honfoglalás Árpádkor idején még látszottak, és hát kérdés, hogy ezt igénybe vették-e magát az erődítést, az biztos, hogy az Árpádkori telep, illetve a késő középkori település ott van fönt ugyanezen a részen, illetve ott volt egy, egy gótikus templom, aminek valószínű, hogy van egy románkori előzménye is, de a Egyelőre csak a gótikus templom alapjai kerültek feltárásra, meg a, a templom körüli temetőjé. De ugyanakkor találtak honfoglaláskori sír mellékleteket is, tehát így a, a, a felszínen így, így járva kelve. Igen jelentős a bronzkori bronzanyag is, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, igen, mindenképpen jelentős ez a terület a kerekkadai forduló adta az apropót, hogy mélyebben ebben elkezdték foglalkozni a polgármester úrral, aki ugye köztudott, hogy régészként is jelentős életművet mutathat föl, illetve hát ennek a töredéke az, amit meg lehet mutatni. Valamilyen értelemben elődnek tekinted, őt is olyan elődnek, akitől tanulni is lehetett, vagy hát egy jó szándékú műkedvelő régész volt? Szerintem több volt ő, mint, mint jó szándékú műkedvelő. Ő nagyon komolyan foglalkozott a történelemmel, és a régészetnek, az a népvándorláskor az avarok nagyon foglalkoztatták, és, és ő ennek utána ment, utána olvasott, tehát nincs olyan sok publikációja, de azokból a publikációkból kiderül, hogy ő a szakirodalomban tájékozódott és tudta azt is, hogy kihez kell fordulnia, hogyha ha valamilyen problémája adódott. Ez amikor a levéltárba átnéztem a múzeumra, illetve a rávonatkozó iratokat, akkor ez nagyon-nagyon ez szépen kiderült. Tehát én nem gondolnám, hogy ő műkedvelő volt. Ha csak arra gondolok, hogy az egyik első ásatása, a Cédulaházi dombon, a mostani Katona Gimnázium környékén állt a Cédulaházi domb, és ott egy kora temetőt talált. És ott azon túl, hogy feltárta a sírokat, az állatcsontanyagot anyagot elküldte, az Állatorvos Tudományi Egyetemre az embercsontanyagot odaadta Török Aurélnak, akkor kiváló antropológusának, hogy vizsgálja meg próbált a mellékletek kapcsán is tájékozódni, és bár később vitája volt Hermanottóval, de a Herman Otto kutatásaiban, a, főleg a somogyi pásztorok ö, viseleténél, ott talált párhuzamokat ö, az általa feltárt sírok mellékleteihez. Tehát ez mind ö, számomra azt jelzi, hogy ő azért tájékozott volt, és, ö, és nem nem nevezném őket velőnek. Az a tárgyanyag, ami kada gyűjtéséből vagy ásatásaiból megmaradt, az most egy önálló egység a múzeumban. Ugye te a gyűjteményi osztályvezetője voltál 2013-tól, tehát különkezeli a múzeum, van-e értelme különkezelni, kezelni, vagy, vagy tulajdonképpen szerves része a kecskeméti régészeti anyagnak? Ö, szerves része a kecskeméti régészeti anyagnak. Itt a régészeti gyűjteményben a Biztos, mert hogy látunk régi leltári számokat, tehát a kada idejében még nem kezdték el a leltározást. 1911 után, amikor Szabó Kálmán bekerült a, a gyűjteményhez, a városházán lévő gyűjteményhez, akkor tervezték a leltározás elkezdését, és leltároztak is, de azok a leltárkönyvek elenyésztek. Nem tudjuk, hogy, hogy a második világháborús veszteségek közé sorolhatók-e, vagy, vagy hogy mi történt velük. Nem lehetett már azokat a leltári számokat, nem lehetett már használni, és így újra leltározták kronológiát, amennyire tudtak kronológiát követve, de gyakorlatilag Folyamatos leltári számon van a régészeti leletanyag, és nincs elkülönítve korszakonként, nincs elkülönítve ásatóként. Kadával és Szabókálmánnal indul, de, de folyamatos, és így gyakorlatilag egy, egy nagy egységnek a, a része. A szakmád olyan, hogy nyilván akkor van, valóban értelme, ha az valahol tudományos közleményként, publikációként megjelenik. Beszélj egy-két olyan tudományos közleményről, amit nagy kedvel készítettél. Az egyik, ami, ami most így, így eszembe, eszembe jut, az a, a kutfeltárásom ha leszen, és az, az megjelent a, az Anteuszban is, illetve a Kumániában is, Ö, az egy, az egy, fantasztikus feltárás volt, azt kell, hogy mondjam. Kiskunfélegyháza határában, a Haleszi határrészbe megy el az M5-ös autópálya, és ott én természetesen egy árpátkori telepet tártam fel, de egy nagyon jó árpátkori telepet házakkal, a házakon belül kemencékkel, külső és belső kemencékkel is, ilyen kis kőből épített kis kemencék is voltak. Én nagyon szerettem azt a feltárást, és az ajándék, azt gondolom, két kút volt. Az egyik kút az egy veszőfonatos bélésű, Uh, ahol egy 80 centi vastagságban megmaradt a veszőfonat, azóta megvizsgálták a veszőfonatot, és kiderült, hogy borókából készítették. A másik kút, az pedig egy ácsolt deszka szerkezetű kút volt, és ott is megmaradt a kútbélés. Uh, 30, 34 kút elemet tudtunk, tehát a béléselemet bélés tudtunk felszedni. És nagy munka volt a, a kiemelése kiemelése is, de megküzdöttünk vele, és akkor még, még azért nem volt olyan sok kútfeltárás, és igazából a, a módszer sem volt még, még kidolgozva és euh, én azt tudtam, hogy, hogy, én ezeket a fákat meg akarom menteni, mert azért nincs túl sok 13. századi fa maradványunk, és euh, gyakorlatilag a, az egykori kutások, akik, akik, a 19. században még, még, meg szerintem a 20. század elején is kutakatástak egészen addig, amíg, amíg a furt kutak elő nem euh, előbbre nem jöttek, azt a technikát követve tudtuk felszedni ezeket a, ezeket a fákat, és aztán utána konzerválni. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog volt. Kiderült róla, hogy van kedved és húzalmad az ismeretterjesztő munkához, tehát számos előadást tartasz, kiállításokat rendezel. Erről a munkáról beszélj egy kicsit, hogy hogy ezeket az ember megbízásként kapja, vagy, 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 maga dönti el, hogy beszáll ezekbe az ügyekbe? Tulajdonképpen a kiállítás rendezés az, az végig kísért, mert amikor, amikor Egerbe kerültem, akkor a hatvani múzeum igazgató Kovács Ákos kért meg, hogy csináljak egy, egy bronzkor kiállítást nála a hatvani múzeumban, szerintem egy, egy nagyon, jó, nagyon jó kiállítás lett. Napokban megtaláltam a kiállítás meghívóját is, meg a, a híradást is a, a kiállításról. Félegyházán ott, amikor oda kerültem, akkor e, e, volt egy ilyen részleges felújítás a múzeumban, és ennek kapcsán lehetőség nyílott egy állandó kiállítás létrehozására, és akkor annak volt egy, egy, régészeti része is, és az a kiállítás az mostanáig állt, ebben az évben zárták be, azért, hogy újabb felújítás, és majd akkor megújulva egy, egy nagyobb kiállítást csinálnak. De ugyanez Kecskeméten is. Együtt élsz egy irodalom történéssel. Említetted, hogy szívesen olvasol. Nyilván a Lasszival való házasságot kapcsán, meg annak kapcsán, hogy ez a lakás gyakran kvázi irodalmi szalonként működik, na, nagyon sok kortárs szerzővel, íróval találkozol. fontos -e ez az életedben, vagy hát mint a házasságodból következő szükséges rosszat tolerálod és elviseled? Nem. Nem, nem csak tolerálom, és elviselem. Szerintem ezek fontosak. Nagyon sok érdekes emberrel találkoztam. Nagyon jó volt beszélgetni velük, hallgatni, hallgatni őket. Én azt gondolom, hogy ezek, ezek nagyon fontosak. Laci hivatalból kell, hogy olvasson gyakorlatilag minden kortás szerzőt. Hat rád ilyen módon? Tehát, hogy ajánlja, hogy na ezt feltétlenül olvasd de vagy hogyan válogatsz a szerzők között? Válogatok, ő ajánl, ajánl de, de nem mindig fogadom, nem mindig fogadom el, és keres, keresgélek. Én nagyon szeretem a latinamerikai irodalmat, talán még, még egyetemista koromból én nagyon sokat, sokat olvastam. Már kezdődjük Már kezd, igen, hát a száz év magány az, az, gondolom sokak számára meghatározó élmény volt számomra is. Nagyon szeretem Vargas jó szakkönyveit, ő, ő, azért, azért más, másabb jellegű szerző, de, de szívesen olvasok franciákat és kamőt. Eredetiben? Nem. nem, nem. Magyarul, magyarul. 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 És, és hát úgy, úgy sok könyv kerül be a lakásba, és akkor úgy megnézegetem, és ami úgy érzem, hogy, hogy ez, ez érdekes, akkor azt, azt olvasom. Ebben a lakásban számos Benes József képet lehet látni, de általában is igaz, hogy az itt lévő műtárgyak, azok mind nagyon kvalitásos darabok. Barátságok révén kerültek ezek hozzátok, vagy, vagy nagyon módszeres és tudatos műtárgyűjtés zajlik a füzi Somogyvári házas párházatáján? Én azt gondolom, hogy nem tudatos a gyűjtés, hanem, hanem baráti kapcsolatok révén. A, az, első, az első kép, amit, amit vettünk, lehet, hogy, hogy, ott fogalmazódott meg, hogy azt szeretnénk, hogy szép tárgyak vegyenek bennünket körül. Egy Martin Ferenc grafika volt a Don Quixote, azt még a mai napig, mai napig őrizzük utána próbáltunk így jó minőségű másolatokat, de de azok, azok nem, az, nem az igaziak. És aztán az évek során alakultak olyan kapcsolatok, amelyek szerintem nagyon szép képeket és műtárgyakat hoztak. Három gyermeket neveltek, és immáron négy unokával büszkélkedtek. Az, hogy ilyen nagy a család, az mennyire hagyott téged szakmai értelemben kibontakozni? Én nem akarom azt mondani, hogy visszafogott. Nyilván sok minden rajtam múlott. Nem volt egyszerű a három gyerekkel, meg a, meg a szakmával. Én azt gondolom, hogy sok tervem volt, de hogy nem a, a gyerekek vagy a nagy család miatt nem tudtam ezeket a terveket megvalósítani hanem inkább a, a körülmények voltak olyanok, hogy, hogy sokkal inkább a, a gyakorlati munka ö, került előtérbe, és, és nem lehetett a feldolgozással foglalkozni. Ugyanis pont abban az időszakban, amikor a, a 80-as évek, 90-es évek, akkor indult meg robbanásszerűen az útépítések, a, a nagy beruházásoknak a, a szervezése, és ehhez kapcsolódóan nagyon-nagyon sok feltárásunk volt. És februártól kezdve decemberig sokszor kint voltunk terepen, és akkor a feltárás, feltárás volt a, a legfontosabb, hogy minél több lelőhelyet mentsünk mensünk meg. Most már, hogy, hogy csak ritkábban voltak feltárások, Fiatalok, fiatalok átvették, ők, ők, csinálták, több időm volt a feldolgozásra, is, és, most már azzal, azzal is tudok haladni. A gyermekeitek közül van jogász, van közgazdász, és van, aki irodalomtörténész. Bánod-e, hogy nem lett egyikük sem régész? Nem bánom. Nem? Nem, nem, nem bánom. Milyen a nagymama szerep? Mennyire tartott kézhez állónak? Mennyire, mennyire jött teljesen természetes, magától értetődő módon, hogy időnként pici babákat kell dajkánnod, vagy ellátnod, vagy felügyelned rájuk? Szerintem teljesen természetes. Teljesen természetes, és nagyon-nagyon jó tehát akkor, amikor megérkeznek, és rohannak be, és lelkesen mesélnek, és, vagy oda bújnak csak hozzám, de hát ez csoda érzés. Pécsi lány vagy, és olvastam rólad, hogy amikor Szegedre kerültél, akkor időnként haza kellett menned Pécsre, mert hogy hiányoztak a -e hegyek. Hát Kecskeméten se sok hegy van, hogyha a Vacsi hegyet, meg a és hegyet, meg a többit Igen. leszámítom. Hogy érzed magad ebben a városban? Tiéd lett-e? Uh, itthon vagy-e Kecskeméten? Vagy itthon vagytok-e Kecskeméten? Én azt gondolom, hogy igen, mert, mert van egy baráti kör, és, és hát a kapcsolatok, azok teszik otthonossá, otthonossá a várost, és nekünk, nekünk jó kapcsolataink vannak, és azt gondolom, hogy, hogy a, a sok barát, ismerős segít, Otthon, otthonossá tenni egy várost. Egy sorházi lakásban éltek, aminek van egy nagyon kedves, apró kis zuga, egy kert, ami, ami hát jól látszik, hogy olyan emberek kezelik, akik kedvelik ezt az egészet. Ezt nyilván nem otthonról hozod, vagy onnan a városi környezetből? Ö, nem tudom. Lehet, hogy, hogy otthonról jön. A nagyszüleimnek mindig volt szőleje, és gyerekként én mentem, mentem velük. Otthon most van egy kicsi előkert, meg hátul egy, egy udvar, amit azért úgy édesanyám, bár idős már, de azért még úgy csak-csak rendben tart. Lehet, hogy, hogy ez innét jön, nem tudom. De valahogy az volt, az volt az igényünk, mi nem sorházban kezdtünk, amikor kecskemétre kerültünk, hanem egy lakótelepi lakásban, és nekem nagyon hiányzott a természet. É, mert hogy semmit, igazából semmit nem érzékeltünk belőle, tudom, hogy... hogy Két vagy három év után fogalmaztam meg magamnak, hogy úristen, virágzó fát se látok, hanem csak a, a betonépületeket, mert akkor még, még a fák is olyan csenevészek voltak, hogy valami, valami olyan hely kellene, ahol azért a természet egy kicsit beköszön. Rendszeresen jártok a kecskeméti piacra. Ez valami kalandtúra, vagy kifejezett pontos szándékkal mentek? vásárolni akarunk. a azt heti, még annyi, annyi helyen lehet. Ne, de valahogy a, a, ott szép áru van, jó a hangulata, sok emberrel találkozunk, és nem csak a, az árusokat ismerjük, hanem hanem barátok, ismerősök, eszmét lehet cserélni. Van egy ilyen agóra közelmúltban nyugállományba vonultál, de hát ugye egy dolog, hogy nem jársz be egykori munkahelyedre, de hát olyan típusú a szakmát, hogy ez a bizonyos feldolgozó munka, ez esetleg így is folytatható. Vannak-e benned ambíciók arra, hogy esetleg hosszú évekre vagy évtizedre ellátod magad még szakmai feladattal? Igen, igen pontosan amiatt, mint az előbb mondtam, hogy, hogy Tizen éveken át csak feltárás, feltárás, feltárás volt, mert mert nem lehetett, nem lehetett vás. Most viszont nagyon-nagyon jó anyagaim vannak, és most az a tervem, hogy ezeket az anyagokat, ezeket feldolgozom, illetve változatlanul részt veszek a, a Tételhegyi feltárásokban. Ott lesznek majd ásatások is, amiken kint leszek, illetve a leletanyag feldolgozásában és ugyancsak, ugyancsak részt fogok venni. Ennek a feldolgozó munkának esetleg le, kötetek lesznek az eredményei? Van néhány olyan jellegű, ami évkönyvbe ö, kerül, tehát szakfolyóiratba kerül. Ö, van két olyan nagyobb, nagyobb munka, ami viszont szerintem kötet. Az egyik, a ö, amiről korábban beszéltünk, a Kiskunfélegyháza, Pákapusztán előkerült halomsíros temető, az egy nagyon nagy anyag. A másik, ami nagyon izgalmas, az nemesnád udvar határában, sükösd és nemesnád udvar határában került elő, egy bronzkori, bronzkori korabronzkori település, és ott nagyon érdekes leleteim voltak, maga a terület is nagyon nagy, több mint 30 ezer négyzetméter volt, és annak a feldolgozását is meg szeretném még csinálni. Kitüntettek téged Kecskemét város közművelődéséért díjal Fontos-e visszajelzésnek tekinted-e a város részéről, hogy kaptál egy ilyen igen, én azt gondolom, azt gondolom, hogy hogy fontos, és nagyon-nagyon örültem neki ennek a közművelődési díjnak. Ők úgy fogalmazták meg, hogy a közművelődésért, a régészeti és az örökségvédelmi tevékenységemért. És én azt gondolom, hogy ez így nagyon-nagyon ez megtisztelő volt. Ha visszatekintesz a pályádra, hiszen az aktív éveidet, lezártad, mennyire vagy elégedett a befutott pályával? Maradtak-e benned hiányérzetek, vagy úgy gondolod, hogy egy kerek történet, ami kikerekedett a te szakmai pályafutásából? Hát én még nem érzem kerek történetnek, igazából majd akkor, akkor, érzem kereknek, hogyha meg tudom csinálni azokat is, amiket, amiket tervezek. thank you